Itt vagyunk Szilvásváradon, ahol a 41. tenyészverseny küzdelmei zajlanak éppen. A Diugrató Szakág együtt rendezi meg idén az országos bajnoksággal ezt a remek rendezvényt. Búza Krisztiánnal beszélgetünk, aki nemrégiben az utánpótlás lovagbajnokságát nyerte meg Málna nevű lovával. Ha jól tudom, akkor ezt a lovat nemrégiben egy lányjal láthattuk. Most elovagoltad, és egyben egy szép sikerrel kezdtétek meg a közös pályafutásokat. Milyen volt ez a verseny vele, és hogyan került hozzád a ló? Igen, ez egy kellemes meglepetés, két hete ültem fel először erre a lóra, Tatterzába, a Nemzeti Lovardába mentem a kiemelt versenyen. Igazából ilyen segítségképpen, mert a kislányom nem volt annyira együttműködő a ló, azért kaptam a lót. Nekem ez nagyon kellemes meglepetés volt, most ez a verseny nagyon jól teljesített. És milyen volt a mezőny, milyenek voltak a pályák, esetleg győzelmi reményekkel is jöttél vele? Bíztam a lóba, mert nagyon hiba biztos, meg gyors is, és igazából minden nap hibátlanul ment, így nagyon bizakodó voltam, hogy jó lesz, de viszont nagyon erős volt szerintem a mezőny, meg a pályák is igazából nehezek voltak, meg jó meg voltak építve, legalábbis nekem. Igen, már itt az előző versenyszámban, 6 éves lovak versenyszámában is dobogón voltál, tehát egy sikeres hétvégén vagy túl. Igen, az se volt könnyű, az egy saját 5 évesen vásárolt lovunk. Ha van már kicsit könnyebb dolgom, ott össze voltunk szokva, úgyhogy annak is nagyon örülök. És hogy tetszik ez a versenyhelyszín, hogy tetszik itt ez a rendezvény? Mindig is nagyon szerettem Szilvásvárot, nagyon szuper egy hely, nagyon melegítő pálya, jó a pályája, jó a talaja igazából. Nagyon szeretjük ezt a Szilvásvárat. Már jó régóta benne vagy ebben a sportban, mindig találkozhatunk veled a versenyeken, rendezvényeken, egy picit mutassuk be a Dióhéjban a pályafutásodat. Az nem olyan nagyon egyszerű, azért Hódmezővásárhelyen születtem, 20 pár éve elköltöztem otthonról. Hát igazából jártam nagyon sok helyen életem, szerintem laktam már vagy 15-20 helyen külföldön, több országban folyamatosan jártam, hogy tanuljak, lássak új dolgokat. Végül igazából Magyarországon újra visszaköltöztem. Ott is lovagoltam több helyen, több tulajdonosnak, közben a Kalán családdal összetalálkoztunk, és most együtt üzemeltetünk, csinálunk egy lovardát. Fiatal lovakat készítünk és próbálunk felhozni nagyobb versenyekre. És mik a legeredményesebb, meg legemlítésre méltóbb eredményeid eddig a pályafutásod során, hol tart a pályafutásod és mik még a céljaid? Igazából nekem a legeredményesebb, a magyar bajnokságon voltam többször helyezett, 3-4 lovam volt, ami oda följutott, azon többször voltam helyezett, korosztályos versenyen szoktam tudni nyerni, és szeretnék minél nagyobb versenyekre eljutni, ezért is vásárolunk, meg tenyésztünk most fiatal lovakat, és próbáljuk most minél magasabb szintre majd felhozni. Most jelenleg csak fiatal lovaink vannak, a legidősebb 6 éves lovaink vannak most 3, ami szerintem eléggé jók, és azokat szeretnénk minél magasabb szintre most fölvinni. Persze van utánpótlás, mert folyamatosan születnek, vásárolunk, tenyésztünk fiatal lovakat, és abban bízunk, hogy előbb-utóbb sok jó lovunk lesz.